Ó, hát szervusztok, kedves nézők! Én Tekila vagyok, és a mai videóban be fogom nektek mutatni... Ájjjjjjj, Tekila! Nem tudod, hogy merre van Jürgen? Ez az ő videója. Nem. Hát meg is van, ott van lent a jobb sarokban. Szevasz, Jürgi! Peti, mi az, ami nagy és fehér és tud repülni? A szellemre gondolsz? Szellem, szóval ez a neve. Azt hiszem szellemeket látok. Körülbelül 3 nappal ezelőtt, mikor aludtam a kis dobozkát. Ez az, gyere, Mr. Halacska! Toljunk egy Saulné leszámolást. Tekila, húzzá arrébb! Srácok, ez egy önvédelmi videó is egyben, tehát nagyon figyeljetek. Ha megtámadna valaki titeket az utcán, csak csináljátok ezt utánom. Ugrik, és kütömesre, másodjára, harmadjára. Nem. Megvan. Teljesen bele csicskítva. Na most, hogy átvonszoltak ide téged, Mr. Halacska, elkezdem a kivégzésed. Kapsz egy jó atyai pofont a kislábúj körömtől. Meg még egyet. Ezt mégis hogy képzelted? Gyere csak vissza azonnal. El is kaptam. Ügyes vagyok, ha? Mi? Mondjátok már meg. Mi? Hé, hova mész? Ha? Na, ez elment. Viszont akkor most... Szellemek. Akkor most mégis mi legyen? Halacska, tudod mit? Gyere ide, megyek utánad! Kész, ez megdöglött. Viszont most itt maradtam egyedül ebben a jéghideg hósivatagban, és nem tudom, hogy merről jöttem. Akkor most elő kell vennem az összes túlélési ösztönömet. Dagadék! Hogy mondtad? Szibériában vagyok. Az egész világon itt a legalacsonyabb az évi átlag hőmérséklet. Olyan hideg van, hogy ha pár másodpercig csukva tartod a szemedet, lefagy a szemhéjad. Vagy befagy a segg. Megígérem, hogy máskor nem beszélek csúnyán, csak légy színe, vegyél büntetésbe. Túl fiatal vagyok és túl szép. Hova megyünk, mondd meg? Kérlek, ne! Ez nem is olyan rossz. A dizájnolás lehetne jobb, de egy börtönhöz képest egész jó. Ez a börtönkoszt. Ez... fenséges volt. Na, én fogom magam és lelépek innen. Ezt ti is hallottátok? Vagy csak én? Tudjátok mit? Hagyjuk. Én léptem. 2 napja az eset, hogy a börtönből megszöktem. Kint az utcán egy embert. A múltkor majdnem. Mi? Már megint? Ki az? Apa. Apa, te vagy az? De mégis miért nem szólsz hozzám? Végre életemben először látlak. Miért csinálod ezt? Na jól van, nem kell engem sajnálni. Ugyanaz a flegma sunyi macska maradtam, aki eddig is voltam. De ettől az egyenlettől nem változtam meg. Bár lehet, hogy nem lennék ilyen, hogyha ismerném az apukámat. De ki tudja, ez már soha nem derül ki. Na, harapok egy kis uborkát. Ha? Azért visszasírom a börtönkosztot. Merre lehet? Peti, neked nincs egy kis börtön kajád? Nem, nincsen. Minek nézel engem? Tudod mit, inkább maradj csöndbe, hogyha nem tudsz kaját adni. Zavarsz a koncentrációban. Várjál csak, most, hogy jobban belegondolok, az ablakpárkányon lehet, hogy van egy kicsike. Hát akkor mire várunk még? Menjünk gyorsan oda. Hopp! Egy muscle up, de ki vagyok gyúrva. Na itt balra. És tök egyedül sikerült eljutnom ide. De... itt most hol van a kaja? Tudhattam volna, hogy nem mond nekem igazat. Hát akkor igazából semmi keresnivalóm nincs itt. Le is ugrok innen minden műugrót megszégyenítő tökéletes világbajnok ugrásommal. Na, neki készülök és... ez volt az. Na, milyen va... mi? Már megint látom őket. Hogy lehetséges ez mégis? Válaszokat szeretnék hallani, mert ezt már nem bírom sokáig idegekkel. Inkább beljebb húzódok ide az egyetlen és egyben a legjobb barátom mellé. Akit csak úgy hívok, hogy... Tégla. Csak Tégla. Tégla sajnos nem tud olyan ügyesen fáramászni, mint én, de nem is várom el tőle. Mint hogy igazából senkitől, bárkit lenyomok famászásban. Ez vagyok én. Egy kigyúrt állat. Most tudjátok, mit csinálok? Bandukulok. Keresek egy számomra tökéletes leshelyet. Hogy onnan támadást indíthassak bármikor, bárkire. Azt hiszem meg is találtam, igen. Ez megteszi. Ha? Már is támadnom kell. Fenébe, téves riasztás, ez csak tégla. Mi ez, valami kaja van a kezedben? Hát, nincsen kajaszaga, erre időt pazar... Mi? Ez mégis hogy lehetséges? Az ott a nap a kezedben. De ezt mégis hogyan csinálod? Vidd innen, mara főgyújtasz! Na jól van, srácok, először is nem vagytok méltóak arra, hogy rátok nézek, miközben hozzátok beszélek. Másodszor nyomassatok egy lájkot, mert azt szeretnék vacsorázni. És további szép napot kívánok nektek. Úram, atyám, miket el nem tanulok Petitől. Na csá! Ah.